Újabb baromfi telepeken ütötte fel a fejét a madárinfluenza. Két Bács-Kiskun megyei gazdaságban is kimutatták a kort, állatok tízezreit kellett leölni. A vírust főként vonuló vadmadarak terjesztik, ezért hét megyében most zárt tartást rendeltek el. A szabályokat betartó gazdákat az állam teljesen kártalanítja. Ez az egyik Bács-Kiskun megyei gazdaság, ahol a madárinfluenza jelenlétét kimutatta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A császártöltési baromfi telepen az utóbbi időben drasztikusan visszaesett a tojástermelés, illetve lecsökkent az állatok takarmányfogyasztása, és az elhullások száma is emelkedett. Ezután mutatták ki a vírus H5N1 típusának jelenlétét. A 38 ezres kacsaállomány felszámolását azonnal megkezdték. Így történt ez egy másik Bács-Kiskun megyei településen, Jászszent Lászlón is, ahol 620 ludat számoltak fel már előzetes gyanú alapján. Az országos főállatorvos azonnal figyelmeztette a partnerországainkat, és fokozott figyelemre, illetve óvatosságra kér mindenkit. Ezen a lakitelektől nem messze lévő telepen évente 140-150 ezer kacsát nevelnek. Az 50-es évek óta tartanak baromfit, náluk még soha nem jelent meg ez a fertőzés. Ez többek között azért lehetséges, mert minden higiéniai szabályt nagyon szigorúan betartanak. Emellett a legközelebbi baromfi telep majdnem 10 kilométerre van tőlük. Ahol közel vannak az állattartó telepek egymáshoz, és ott, ha egy telep befertőződik, akkor óhatatlanul, hogy a környezete ne fertőződjön be. Ugye ezért van az a 3 kilométer zóna, amiből 3 kilométeren belül általában minden állatot kiirtanak, a 10 kilométeren belül kör pedig megfigyelő körzetnek van, tehát ott fokozottan figyelik az előfordulást. Mivel a fertőzött terület 3 kilométer sugarú körében lévő baromfi állományt is fel kell számolni, 100 000-es nagyságrendű lehet a veszteség. Erről az országos főállatorvos beszélt a híradónak. Ugyanakkor kiemelte, a bajba jutott gazdák nem maradnak segítség nélkül. Az állattartók természetesen kártalanításra jogosultak, amennyiben betartották az állategészségügyi szabályokat. Maga a járványvédelem megelőzésről szól, ezért ezeket folyamatosan kell végezni. Amennyiben az előírt feladatokat teljesítették az állattartók, akkor teljes 100%-os kártalanításra számíthatnak. Ebben az időszakban a legnagyobb veszélyt a vonuló vadmadarak jelentik a baromfi állományra. A vírus nagy valószínűséggel ezektől az állatoktól kerülhet be a telepekre. A főállatorvos ezért hét megyében elrendelte a kötelező zártan tartást.